Vörös bársony süvegem, most élem gyöngy életem. Balog Ádám a nevem, ha vitéz vagy, jár velem. Mindig, mikor új helyre élsz, csak remélni tudod a legjobbakat. Idővel egyre bátrabb leszel, hogy belevethess magad az iskolai feladatok tengerébe. Örülök, hogy ide jöttem, mert itt sokkal többet törődnek velünk. Everybody go. The party's over. Azért szeretem a rajzórát, mert nagyon változatos eszközökkel dolgozunk, és a tanárnő is nagyon segítőkész, mindig fordulhatunk hozzá segítségért, ha nem tökéletes a munkánk. Juhász Katalin vagyok, 9. B osztályos tanuló. Fel sem merült bennem iskola választáskor, hogy máshova menjek tanulni. Családomban már a 3. generáció vagyok én, aki itt tanul. A Tamási Gimnázium általánosan képző középiskolák sorába tartozik. Kétféle képzés folyik. Van a hagyományos 4 osztályos képzés, amely nyelvi, illetve informatikai képzéssel egészül ki a 9. évfolyamon, amit mi nyelvi előkészítőnek vagy 0. évfolyamnak hívunk. A másik képzés a 8 osztályos képzés, itt a 11. évfolyamban van nyelvi előkészítő osztály. Mindkettőnek erőssége, hogy a gyerekeket előrehozott érettségivel engedjük az utolsó évbe, illetve mindenkinek lehetősége van 1 vagy 2 nyelvvizsga megszerzésére, illetve arra, hogy az informatika érettségivel ECDL vizsgát tegyen. A közoktatási törvény megújhodása várható a következő évben. Ebben szerepel, hogy a 8 osztályos képzéseket tehetséggondozó iskolákká kívánják átalakítani. Ennek az átalakításnak, az átalakítás minden feltételének megfelel a mi 8 osztályos gimnáziumunk a jelenlegi pillanatban is. Egy iskola legfőbb értékmérője az érettségi. Nálunk az érettségi nem csak a 13., tehát az utolsó év végén történhet, hanem már korábban letett érettségi vizsgákra is van lehetőség. A tavalyi esztendőben mind a közép, mind az emelt szintű érettségiken nagyon jól teljesítettek a diákjaink. A megyei legjobb eredményt érték el informatikából. Összesen 78-an vizsgáztak ebből a tárgyból. Több mint a gyerekek felének sikerült ECDL vizsgát szerezni ennek köszönhetően.
Megyei másodikként a német volt a következő érettségi tárgy, amiből nagyon jól teljesítettek, és magasan 77,96%-dal zárták ezt az érettségi tárgyat. A középszintű érettségik azért jók, az előrehozott érettségik, mert a most jelenlegi 12. évfolyamon minden egyes tanulónak van már két érettségie, a kötelező 5-ből, vagy esetleg a kötelező 6-ból. Az emelt szintű érettségik is nagyon jól sikerültek. A tavalyi évben nagyon sok gyerekünk volt érettségin, 11-en voltak német nyelvből. Összevetésül, hogy az első helyen szereplő Mogyáni gimnáziumból 23-an tettek emelt szintű érettségit német nyelvből. A megyei eredmények között a miénk lett a legjobb. Kiemelkedik a biológia emelt szintű érettségünk is, és két tanulónk pedig matematikából tett emelt szintű érettségit. Itt szeretném megjegyezni, hogy a 8 osztályos osztályba járók a 12. évfolyamon befejezik a matematika tanulását, az év végén középszintű érettségit tesznek, majd az utolsó évben teljes egészében erre az emelt, azaz felvételinek számító érettségére készülnek. Why does blood turn brown, it dries, and why do the tears well up in your eyes? Why didn't I learn to ride my bike when it was warm and sunny outside? Why can't little kids tie their shoes, and why can't the white people play the blues? A gimnázium épületében kapott helyet a családias hangulatú 52 férőhelyes kollégium. Falai között zavartalan körülmények között tanulhatnak a 10-18 éves kis és nagy diákok. 2009-ben megújult a fiúk lakószárnya, így ma már a fogyatékkal élő tanulók kényelmes és biztonságos elhelyezésére is lehetőség nyílik. A 4 ágyas szobák mellett otthonos társalgó, tanulószoba, modern konyha, fürdő várja a lakókat. A színes kollégium élet kereteit adja a gimnáziummal közös torna és konditerem, az újonnan épített aula. A naponkénti 3 tanulószobai foglalkozáson tanár segíti a tanulók iskolai felkészülését, emellett szaktárgyi korrepetálásokon, önképzőkörökben, szakkörökben folyik a felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás. Ennek minőségét mutatja, hogy 2005-ben a kollégiumok országos kimit tudján 8 fős modern tánccsoportunk első helyezést ért el. A kollégium sokféle élő hagyománnyal teszi teljessé lakói életét, így évente megrendezzük a szecskaavatót, a visszaszecskát, a Mikulást, karácsonyt, farsangot, lány- és fiúnapot és a ballagást. Ezentúl az egyes évszakokhoz kapcsolódóan csapatjátékokat szervezünk, ezzel erősítve a közösségi életet. Kollégiumunkban, mint megtartó baráti közösségben lelnek otthonra mindazok, akik hozzánk jelentkeznek. Végdénesnek hívnak, Tolnai-Mödél lakom, és a Tamási Béri Balogh Ádám gimnázium 13. osztályos tanulója vagyok, és 9. éve vagyok már kollégista, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy én lehetek a kollégiumi diáktanács elnöke. És hát a kollégiumba való beköltözést azt egyáltalán nem bántam meg, hiszen szerintem itt a diákok rengeteg élménnyel gazdagodnak. Gosztola Dóra vagyok, Tolnai-Mödén lakom, 6. éve járok ide a gimnáziumba, és 6. éve vagyok kollégista. Muftalajva Marzsán vagyok, Kazasztánból jöttem ide Magyarországra, és hát ebbe a gimnáziumba járok. Kollégista lettem, mivel Mezőkomáromban élek, és nagyon messze van a kollégiumtól. A nevelők nagyon segítőkészek is. Jó, azt nem azt jelenti, hogy megoldják helyettük a házi feladatot, de bármikor szívesen segítenek mindenben. És továbbá a kollégiumnak a másik jó oldal szerintem, hogy a legjobb barátságok itt születnek. Itt vannak a legjobb barátaim, és a kollégiumnak köszönhetem azt, hogy életre szóló barátságokat kötöttem. Hát ez a kollégium nagyon jó, hogy fejlődjünk, mert önállósulunk, és hát az életre fel tudunk készülni. Balázs vagyok, 13. B-osztályos tanuló. Most vagyok végzés a Béri Balogh Ádám gimnáziumban, és annyit szeretnék róla elmondani, hogy mikor ide kerültem, egy helyi iskolába akartam jönni, mert erről vannak tapasztalatok, családtagok, rokonok elmondása, és úgy érzem ez alatt az 5 év alatt, hogy nem bántam meg, hogy idejöttem. Szóval jó választás volt ezt az iskolát választani.
A nyelvvizsgák is nagyon nagy és fontos szerephez jutnak az elkövetkező időben. A két tavaly végzett osztályt mondom. Az egyik osztály érettségi eredménye 4,3 volt, a B osztályé pedig, akik 8. osztály után kerültek hozzánk, 3,8. Kiemelkedően magas nyelvvizsga számot produkáltak. Az A osztályban 7 voltak olyanok, akiknek angolból és németből volt középfokú nyelvvizsgájuk az érettségi pillanatában, és 11 pedig egy-egy vagy angol, vagy pedig német nyelvvizsgát szereztek. A B osztályban pedig összesen 12 gyereknek volt egy nyelvből nyelvvizsga bizonyítványa. Hagyományok és gyökerek nélkül nem iskola az iskola. Ezek adják szellemiségét, részt vesznek arculata alakulásában. Rendszeresen szervezük a Szecskavatóbált, a Diáknapot, a Farsangot, hangversenyeket, mozi és színházlátogatásokat, osztálykirándulásokat, csereprogramokat, táborokat, és műsorral köszöntjük tanárainkat a Pedagógus Napon. A kompetencia mérés eredményeiről kellene utoljára beszélni. A kompetencia mérés most már több, ma lassan egy évtizede folyó tevékenység, amely minden év májusában valamennyi 4., 6., 8. és 10. évfolyamon tanuló tudását, képességét, készségét vizsgálja. A mi iskolánk 6., 8. és a 2. osztályával van érintve. A hatodikosok magyarból messze felülmúlták az országos eredményt, a nyolcadikosok úgy szintén. A 2. mind a 8 osztályos, mind pedig a 8. után hozzánk kerülő gyerekek eredménye szintén 10. osztályba mérve, szintén meghaladták az országos eredményeket, és a nagy 8 osztályos középiskolák, illetve a nagy 4 osztályos középiskolák eredményeivel is vetekedtek. Annak idején, amikor a kompetencia mérés indult, még volt egy úgynevezett hozzáadott pedagógiai értékmérése. Ma már ezt másképp oldják meg, illetve mást is jelent. Annak idején 2004-ben országos ötödikek voltunk, és a megyei előkelő első helyezést szereztük meg. Ez a kompetencia mérés kapcsán azt mérte, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk egy adott iskolába kerülnek, milyen szociális háttérből jönnek, milyen hatások érik őket, és ezekhez a lehetőségekhez képest az iskola mit tesz. Mi úgy látszik, hogy sokat tudtunk hozzátenni. Pásztor Virág vagyok, 13. osztályos tanuló. Azt hiszem a legjobb döntés volt, hogy a Béri Balog Ádám gimnáziumot választottam. Ez az iskola mindent megad nekem, ami a továbbtanuláshoz szükséges. Amellett, hogy kitűnő tanáraim voltak, csupa jó képességű diákkal is dolgozhatom együtt. Azt hiszem mindenki a legmegfelelőbb figyelmet kapja, mind a tanáraitól, mind a diákoktól is. Mivel ez egy kis intézmény, igen, családias a hangulat, szinte mindenki mindenkit ismer. Célegyenesben élve biztosan nem leszel majd egyedül, és büszkén veheted majd át érettségi bizonyítványt. Miért nem mentem el? Miért Tamásiba lettem gimnazista? Itt ismerjük a tanárokat, hiszen itt tanultak ők is, ahogy szüleink, nagyszüleink is. Segítségük, közelségük biztonságot ad. Az iskola eredményei magukért beszélnek. A kis létszámú iskolák közé tartozunk, s ebben erő rejlik. Itt törődnek velünk. Figyelnek ránk, s ami a legtöbb, szeretnek bennünket. Majd a felnőtt korból örömmel tekintünk vissza az itt töltött évekre.